Sziasztok! Üdv újra a Régi Kialakítónak a csatornáján. El se hiszem, már hónapok óta szeretnék felvenni valamiféle hol videót, vagy divattal, sminkkel kapcsolatos videót, viszont nyilvánvalóan most lefoglal egy sokkal fontosabb és izgalmasabb és számomra tényleg érdekesebb feladat az anyasság, és ezért elég sok ilyen jellegű videó volt, ami miatt hát szabadkozhatnék, de nem fogok, mert szerintem előbb-utóbb majdnem minden nőt érint ez, és majdnem minden nő, ahogy szokták mondani, elveszti a személyiségét, de szerintem ez nem így van, hanem csak más irányba tolódik akkor az érdeklődése, de hát továbbra is megmarad bennünk az a nő, az a csaj, az a lány, az a vagány fruska, aki régen voltunk, és most egy hol videóra gondoltam, ami már igencsak ért, mert elég sok mindent sikerült mostanában beszereznem. Nyilván Konrád volt az első, de arra gondoltam, hogy mivel évek óta home office-ban vagyok, és hát lelakódott a ruhatáram, és hát nem is én vettem ezt észre, hanem Ádám tette szóvá, hogy elég lekoszlott mindenem, és eléggé látszik rajta, hogy régóta nem vásároltam, hogy végre eljött az idő, amit egyébként körülbelül hát 8 éve tervezek, hogy építeni szeretnék egy kapszula ruhatárat, egy olyan alapdarabokból felépülő kis kollekciót, amit aztán szívesen viselek, könnyen tudok kombinálni, és aztán tök jól tudom esetleg variálni, és hogyha egy-két extra kiegészítő divatos dolgot vásárolok hozzá, ami az én személyiségemhez, illetve stílusomhoz passzol, akkor egy tényleg kihasználható és frankó ruhatárat kapok. Szóval értitek, a gardrób rendezésnek szerintem ez az első lépése, főleg így 30 felett, mert 30 alatt a divatos dolgok voltak előtérben, nálam is, és én is beleestem sok hibába, sok mostanában divatos darabot én is viseltem egy 10 évvel korábban, és most jókat mulatok rajta, hogy azokat már nem venném fel, meg hát ez már lerágott csont nekem. Na de a lényeg az, hogy ezt a folyamatot majd szeretném megörökíteni, és a Vintiden én is nézelődtem, és tényleg rohadt jó dolgok vannak, gyerekek. A lengyelek tök jó áron árulják a ruháikat, persze vannak magyarok is, akik ugyanígy. Nagyon jó minőségűeket, alig hordottakat, és hát ez a célom, hogy onnan fogom elsősorban kiválogatni a nekem tetsző darabokat. De természetesen fogok venni alapbézik dolgokat rendesen boltból is, és hát a turikba is be fogok nézni, bár ez sokkal nagyobb, hát egyeztetést igényel, hiszen hogyha van, aki vigyázzon Konrádra, ami Ádám, illetve az anyukája szokott néha besegíteni, akkor a munkáimra koncentrálok, és nem vásárolni megyek, meg semmi ilyesmire nincs időm, az a helyzet. Úgyhogy az online turikat is nézegettem. Konrádnak onnan építettem gyakorlatilag fel a mostani ruhatárát, kapott ruhák mellett, valamint a Vintidra. Na de kezdem pár unalmas dologgal, most rendeltünk Konrádnak tavaszi ruhákat, és én is betettem néhány alapdarabot, ilyen póló szettet, ami 3 darabból áll, és egyébként tök jó stretches anyaga van. Bevallom, hogy nem nézegettem amúgy, hogy mi az anyag összetétele, de tökre örülök, mert nagyon jól áll felvéve, és ugyan ezeket a lazapólókat kerestem, de ezeket szerintem jobban tudom majd hordani azokkal a darabokkal, amiket most itt mutogatni fogok nektek. Emellett ebbe a rendelésbe bekerült egy nyári ruha, aminek a mintája nekem nagyon tetszett, és egy nagyon hasonló ilyen kis virágmintás darabot szintén láttam. Dilemmáztam, hogy melyik legyen, de a másik egy miniszoknyás verzió, illetve hosszújú. Amellett azt szólt, hogy még azért van honnan fogynom, és mivel szoptatok, ezért ez a fogyókúra történet egyenlőre nem jöhet számításba. Nyilván, hogyha egy picivel kevesebbet teszek, az működhet, de így, hogy dolgozok, háztartást vezetek, és ugye Konráddal vagyok 0-24-ben, így ez, hát nem annyira jön össze, viszont már nem olyan sok kiló van rajtam, alapból volt rajtam valamennyi, úgyhogy egy olyan 8 kilót kéne majd még leadnom, hogy a karom is szép, hogy legyen ebbe a kis spagetti pántos ruhába, viszont nagyon jó az anyaga, lemvászon anyaga van, amiről nem kell áradoznom, szerintem mindenki, akin volt már ilyen jellegű anyag, az tudja nagyon jól, hogy ez egy nagyon jó légáteresztő, nagyon kényelmes, nagyon szép
esésű anyag, és tényleg van tartása, hogyha jó az anyag összetétel, és hát a mintája valami csodálatos, legalábbis szerintem. Hátul pedig gumírozott, szóval szépen ráfekszik az ember testére, és tényleg gyönyörű. Nem fogom ezeket most felpróbálni, vagy hát nem hiszem, hogy mindet. Lehet egy-kettőt majd megmutatok a végén, de egyelőre nem, mert akkor nem tudnám felvenni a másik videót, ami viszont gyerek témás, és már régóta ígérem, az egy könyves videó lesz. Úgyhogy ha az nem kerül ki a csatornára, akkor eldumáltam az időt. Emellett persze vettem pár toppot, amit évek óta halaszgatok, ezek a kis, tök egyszerű, klasszik toppok. Szintén általában H&M-ből szerettem megvenni, és én nagyon szeretem ezeket a bordázott anyagúakat, mert ezek tényleg szépen feszülnek rá az ember testére, nem nyúlnak ki, illetve amikor így enged is, akkor mosással általában ezek így visszanyerik a formájukat. Van egy sima basic fekete póló is, szóval a H&M-ből ezeket vettem. Viszonylag kevés ruhát veszek egyébként újonnan. Most a Vinted óta szerintem még kevesebbet fogok venni, mert tényleg fölösleges, és sokkal jobb érzés számomra az, hogy valamit jutányos áron tudtam megvenni, és úgymond megmentettem attól, hogy esetleg a kukában landoljon, úgyhogy új életet és új életteret biztosítok a számára. És ha már H&M-nél járunk, akkor egy ilyen csíkos pulcsit is választottam, aminek tök jó csónak nyaka van. Gyakorlatilag mindenhez szuperül illik, egy farmerosszethez is fel lehet venni, de amúgy én erre egy blazert is simán rádobnék, és akkor egy elegánsabb kivitelbe viselném. Alapból nagyon szerettem ezeket a tengerész jellegű szetteket, úgyhogy ezt biztos, hogy sokat fogom hordani a nyár folyamán. És ez is szinte tök új volt, és talán 1000 forintot fizettem érte, és amikor elkezdtem a Vintedről rendelni, akkor még tök olcsó volt a postaköltség, nyilván ez egy ilyen bevezető időszak volt, úgyhogy pár száz forintért tudtam átvenni, méghozzá elég közel hozzánk egy utazási irodánál volt a csomagpont, úgyhogy oda kellett elmenni, hogyha pedig magyaroktól rendeltem, akkor Foxpostra kértem, és így a bevásárlóközpontba landoltak a dobozok meg csomagok. Vásároltam még egy Ralph Lauren pulcsit, ez nagyon olcsó volt, de tényleg valami 700 forint, és azért, mert én őszintén szólva nagyon régen láttam utoljára élőben Ralph Lauren pulóvert, nem tudtam, hogy milyen a minősége, nem emlékeztem már rá, úgyhogy kíváncsi voltam, mert nagyon istenítette mindenki, és hát egy picit kopott volt, ezt a Zaledó fel is tüntette, és ez egy kísérlet miatt lett megrendelve. Arra vagyok kíváncsi, hogy ruhafestékkel mennyire lehet befesteni egy-egy dolgot, és mivel egy Converse tornacipőt szeretnék újra feketésíteni, ezért ez a pulcsi pont erre lesz jó, hogy kipróbáljam, hogy hogyan sül el egy ilyen ruhamegmentő projekt, és ez tényleg a kíváncsiságom miatt van elsősorban, úgyhogy meglátjuk, ez tényleg egy ilyen kísérleti dolog. Ha működik, akkor tök jól hordható, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ez minőségi darab, nem véletlenül, tehát nem a márkát kell csak megfizetni, hanem azt, hogy ennek az anyagnak azért az élettartalma sokkal hosszabb, mint a színe. Úgyhogy megnézzük, hogy mi sül ki belőle, és az apropója, hogy én ezt így kitaláltam, hogy szeretnék kipróbálgatni ilyen ruhamegmentős tippeket, hogy van egy pár leharcolt ruhám, egy, mint például egy Converse fekete tornacipő, ami már egy kicsit ki van kopva, kiszívta a nap a színét, mert én hülye kiraktam az ablak alá Tokajba, és ugyan egy szinte új cipőről van szó, de megsínylette ezt így a nyár folyamán. A másik pedig, hogy szerintem nem kéne minden ruhát azonnal dobni, hanem lehetne egy ilyesmit csinálni. Plusz vettem egy boholytalanítót, amit szerintem nagyon sokan ismertek, és rengeteg pulcsim tök szép állapotú lett, úgyhogy leszettem róla azt a felső réteg kis bolyhos részt. Úgyhogy ez egy ilyen kis plusz ilyen sztori, lehet, hogy majd egy vlogban megmutogatom, hogy mi sült ki ebből. Ezt a Hádában turiztam, úgyhogy ez pont nem vintid, de nagyon megtetszett. Oda vagyok egyébként ezekért a tedi anyagokért. Szerintem nagyon klasszul néznek ki, és a kabátom mellett
nem is tudom, azért jó pár ilyen dolgot összevadáztam. Van sapkám is, ha lehet, hogy behozom mégis, megmutatom. Szóval kifejezetten szeretem ezt az anyagot, szerintem nagyon jól mutat, és ráadásul Konrádnak is hasonló stílusú darabjai vannak, úgyhogy össze tudunk öltözni, bár ez nem szempont egyébként a gyerek ruházkodásánál, hogy meccsi-meccsi legyen, de azért van egy-két ilyen darabunk, ami hasonló. És ha már a gyereket beleszövöm minden videóba, mert hát az életemnek a legfontosabb része, megmutatom nektek azt a téli kabátot, amivel adósatok vagyok, és beszélni akartam róla. Ez egy hurci kabát, és a Bonprix-től rendeltem. Velük együttműködésben vagyok, úgyhogy ezt ki kell emelnem, hogy ez így reklámnak minősül, de le akartam tesztelni, és nem így vakon mesélni róla nektek, hanem kipróbálni gyerekkel. Fotót nem csináltunk, mert ezt általában akkor vettem fel, amikor kettesben mentünk valahova. És hát olyankor általában nehezebb megoldanom a fotót, bár van egy fotópontom Nyíregyházán, ahol leszoktam támasztani a kamerát, a Kossuth téren is mindenki teljesen hülyének tud nézni, hogy ott állok és pózolok. De ennek az a története, hogy ebben a kötött ruhában voltam, amit egyébként szintén Vintage-ről vásároltam, és ez egy Zara darab, és szerintem tök egyszerű szett, egy ilyen kötött garbós ruha, harisnyával, illetve nem is tudom, talán valami csizma volt rajtam hozzá, és elment mellettem két babakocsis anyuka, és az egyik jó hangosan megjegyezte a másiknak, hogy nézd már azt a picsát, hogy ki van nyalva. Úgyhogy ezt megörökítettem azon az új fotóponton, amit felfedeztem, és így néztem, hogy ez így miért. Miért bántjuk egymást? Azért, mert az egyik ember esetleg egy kicsit szerinte jobban van felöltözve. Mármint engem mindig is motivált az, hogyha máson tök jó szetteket láttam, klassz rúst, jó sminket, és azt néztem, hogy lehetne így csinálni, hogy mi lehet a titka, hogy fér bele az idejébe, hogy tudja úgy párosítani, és inkább kérdezgettem. És nekem az volt akkor az első ilyen debütálásom, hogy egy kicsit kultúráltabban próbáltam kinézni szülés után. Ez nem igaz, mert előtte is szerintem így ilyen alapszettekkel mászkáltam, szóval nem néztem ki gázol, de hogyna. Ez volt a kinyaló szett, és akkor találtam ki, hogy lesznek ilyen gyereksétáltató szettek kikészítve itt a hálószobába, és tök egyszerű lesz, hogy csak beleugrok. Ebben nyilvánvalóan annyit kell tennem, hogy egy harisnyát felhúznom, ami egyébként egy tök jó Calzedonia harisnya, mondjuk már a felső része nem, de hogy ez egy ilyen vékony harisnya, és alatta van egy testszínű vastag termó harisnya, hogy ne fázzak, és egy kicsit ilyen áttetszőbbnek tűnik ezáltal a harisnya. Ezt is egyébként mutatni akartam, mint szerzeményt. Szóval a termó részlegen találtok ilyet, hogy itt élen tudjátok a vékony harisnyáitokat is hordani, és megmutatni a mintáját esetleg. És nem tudom, hogy honnan kalandoztam el ide. A terhes agy még mindig működik. Na de a lényeg az, hogy vannak kikészítve szettek, és akkor amilyen hangulatom van, abból a 4-5 szettből valamelyikbe beledobom magamat, másfél perc alatt a gyereket, 5 perc alatt átpelenkázom, felöltöztetem, és már mint a villám, szaladunk is lefelé a sétánkra. Na de megmutatom nektek, ha beleférek a videóba, ezt a kabátot, mert tök jó. Tehát ez egy nagyon vastag téli kabát, és most tudja, hogy meg fog sülni. És rendesen kabátként is lehet hordani, tehát amikor már nincsen a babával dolgunk, akkor is tudjuk hordani. Viszont ez egy hurci kabát, és terhesen is lehet bővítve hordani, szóval kismamaként bár meg lett volna, mert mármint én nyáron voltam terhes, de hogyha télen lettem volna terhes, akkor bár lenne egy ilyenem, mert terhességtől számítva végig lehet hordani aztán. Úgyhogy még a második gyereknél lehet, hogyha úgy esek teherbe, akkor ez egy kihasználható dolog lesz. Na tehát felveszem ugye a babát egy kendőbe, benne van, és rá felveszem a kabátot, és rárakom ezt a kapucnis kabátrészt. Nyilván a gyerek is fel van alatta öltöztetve melegen, és hát ez egy borzasztó meleg kabát, szóval ebbe tényleg azért kilométereket lehet menni. Van egy kis kapucni a babának is, illetve anyának is, úgyhogy ennek ez a funkciója. És nagyon tetszett a színe is,
Úgyhogy valószínűleg én ezt nem fogom elrakni, így a terhes kismama és kisbabás szetteke, hanem én ezt fogom hordani, mert tök jó kis kabátról van szó. És láttam egyébként használtan is, hogy több helyre feltesznek különböző ilyen hurci kabátokat, amiknek ugyanez a lényege, hogy oldal bővíthető, itt hátul van egy cipzár, amivel tudod bővíteni, sőt, ez nem is hátul, oldalt, bocsánat, tehát oldalt bővíthető mindkét oldalon, kismamásítható, valamint van egy derékrésznél egy ilyen madzagja, amivel be lehet húzni, és csinosítani lehet úgy effektíve. Levettem a kötött pulcsis szettet, hogy megmutassam a harisnyának a lényegét, szóval van itt egy testszínű harisnya, ez egy jó vastag termó harisnya, amit a legnagyobb zimankóba is, ha felvesztek, akkor tuti, hogy nem fogtok fázni, és erre kerül egy ilyen vékony, átlátszó harisnya, nyilván kevés dennel ellátva, hiszen az a lényeg ennek, hogy ezáltal gyakorlatilag egy ilyen vékony harisnya látszatát tudja majd kelteni. Abszolút bármilyen nagyon vékony harisnyát felvehetsz, akkor is komfortosan fogod érezni magadat. Én régebben is mindig azt csináltam, hogy egyébként egymásra vettem két vagy három harisnyát, vagy pedig egy tényleg egy ilyen 100-200 dinnes harisnyát viseltem télen, viszont így azért látszik úgymond a bőr, ami nem a bőr, hanem egy bőrszínű ilyen termó nadrág jellegű dolog, ami harisnyaként van kialakítva. Na de haladjunk tovább, vintage. Ezt a ruhát még akkor vettem, amikor azért volt rajtam a terhesség után, és akartam valami csinosat, valami olyat, amit aztán fotózáshoz fel tudok venni, és végül használtam is, de egy no-name ruha, viszont ezt a fajta csipkézést, ami egy ilyen minőségibb megoldású anyag kivitelű darab, nagyon szeretem, és amikor megláttam tényleg ezt is ilyen potom összegér, akkor láttam a fejembe, hogy szeretnék majd a honlapomra pár fotót csináltatni, és ez a ruha tök jó lesz. Egy picit most már nagy rám, de akkor pont tökéletesen illett a testemre, és valahogy igényeltem is a fogyás előtti helyzetekben, hogy egy pár csinosabb darabom legyen így az átmeneti időszakra, úgyhogy nem bánom, hogy megvettem, illetve egy klassz övvel teljesen jól fogom tudni a későbbiekben is viselni, nekem ez nem okozott sosem problémát, hogy valami egy picit bővebb, a szűkebb az igen, de a bővebb nem, úgyhogy ez így fest, és én ehhez úgy gondoltam, hogy egy vagány párosítást szeretnék majd viselni, és szeretnék egy cowboy csizmát, amit már 1000-1000 éve tervezek megvenni, viszont sosem találtam a boltokban megfelelőt, bőrt szerettem volna mindenképp, nem műbőrt, és hát szembe jött ez a darab, ami egy mangó ilyen cowboy csizma, gyönyörű szép kivitel, hímzett szár, tényleg gyönyörű hasított bőr minőségű darab, és 25.000 forintért láttam Vintiben. És utána rákattintottam a hasonló termékek listára, és szembe jött velem 9.000 forintért egy lengyel hölgytől, és azonnal megrendeltem, 36-os, tök kényelmes, nem volt hordva szinte semennyire, úgyhogy amit itt láttok esetleg rajta a pici sérülést, ezt már én műveltem vele, de hát szerintem ez egy igazán jó fogás volt, és nagyon jól mutatom úgy ezzel a csipkés szettel, tök jó kontrasztot ad, így a csipkés ruha is egy hétköznapi viseletté tud válni, és én nagyon szerettem mindig ezeket a stílus keveredéseket, viszont én eddig, hát régen úgy gondoltam, hogy akkor tuti egy outfit, ha több darabból áll. Na hát ez változott bennem, és most már ezeket az egyberuhákat jobban preferálom, mert nem kell gondolkozni, nem kell nézni, hogy minden tényleg tökéletesen áll-e jól a fazonja, hanem azért ezekkel tényleg könnyebb az ember élete. Bár tény is való, hogy szeretnék majd azért tényleges szetteket alkotni, ahogy a munkám során is szoktam, mert ugye én a Korzó bevásárlóközpontnak szoktam outfiteket összeválogatni, fotózni, videózásokat bonyolítani, és egy csomó mindenféle tartalmat gyártani. És ahhoz ugye a stylingot is én eszközölöm, ott erre törekszem, hogy minél többféle változatos stílus, darabok és kompozíció készüljön, és hát nyilván az én ruhatáramban is lesz majd ilyen jellegű változás.
Na de, térjünk át ide. Adok ide egy pár dolgot. Nem olyan jó ez a szoba videózás szempontjából, mert ugye a ferdefalak belúgnak, radiátor és mi egymás, és hát természetesen az ágy. De ide beraktam egy ruhálványt, aminek a helyére egyébként majd egy komód fog kerülni, reményeim szerint, hogy tudjak hova pakolni, mert eléggé kevés a helyünk, nyilván most baba cuccokkal is jobban tele vagyunk. Na de innen mutogatom, hogy még miket vettem, és láthatjátok, hogy elég nude ez a sor. Nagyjából erre is törekedtem. Szintén vintage, egy nagyon klassz Zara zakó, amit viszont benéztem, mert én úgy gondoltam, hogy kell egy S-es, de nem. Volt itthon XS-es blézerem, de valahogy a terhességnél bekattant, hogy biztos nőttem hátban, karban, meg mindenben, de tök jó lett volna amúgy az XS-es, úgyhogy ezt én szerintem szintén vintiden tovább fogom adni, egy fotózás elejéig volt rajtam, de pont egy ugyanilyet akarok majd XS-esben, mert ez az a barna, tevebarnának vagy nude-nak is nevezhetjük, ami szerintem tökéletesen tud állni az embernek. Engem nem sápasztanak ezek a színek, főleg nyáron nem, és kifejezetten klassz, nőies, elegáns hatást keltenek, egy megbeszélésre abszolút szerintem tökéletes viselet. Farmerral is, és valahogy így képzelem magamat az anyuka szettekbe, ilyen elegánsabb, franciás, letisztult, nem tudom, ez az angol lovas stílusú cuccokban, illetve a nagyon bohém szettekben, tudjátok, ez a veszkó csizma, rojtos cuccok, szóval nekem valami ilyesmi lesz ez a megjelenés, ami régen is volt, és most egy kicsit koromhoz idomítom? Nem. Turiztam egy, hát igen, ez a könyök toldásos kis kabátkát, ez nagyon tetszett, egyébként ez egy olasz márka, ezt még le kell boholytalanítani, de olyan lesz, mint az új, hogyha ezt megteszem, szerintem ez is nagyon kis szép darab, lehet, hogy azért ez az 1-2 kiló, illetve a szoktatás, hogyha megszűnik, akkor innen is egy kicsit karcsosodok majd. Szóval ez is egy tök jó darab lesz egy farmerral, és akkor még jobban fog kinézni, de ez egy tök jó. Szóval nagyon jó ez az anyag, mert ez egy tényleg vastag és tartással rendelkező vászonanyag. Még blazer, uncsi. Ez egy mangó darab. A blazerek tekintetében szerintem a szűkítettek azok, amik nekem kifejezetten jól állnak. Nem szeretem ezeket az oversize elszabott dolgokat, amik itt-ott feszülnek csípőben, nekem ugye ott erős a testem, derékban lógnak, nem állnak jól, úgyhogy én ezeket szoktam szeretni, illetve nagyon tetszik az éles vállmegoldás, ennél pont nem látszik annyira, de felvéve egyébként egész jól mutat. Valamint ez egy gombos, én jobban szeretem a több gombos zakókat, és nagyon tetszik, ha az ujján is futnak végig gombok. Egy sötét kéket, ezt a mély tengerészkéket szeretném, még feketét, meg valószínűleg egy fehéret, és akkor azt mondom, hogy megvagyunk, és ha találok véletlenül jó áron, akkor egy piros zakó is be fog figyelni. Télen turiztam ezt a ruhát, ez is a szépen ápolált a kar megoldás. Ezt most el fogom tenni, mert már szerintem meleg lesz. Ez egy kordbársony ruha. Én a kordbársonnyal mindig jó barátságban voltam, nekem nagyon tetszik, és hát a hádában viszonylag kevés jó ruhát tudtam mostanában kifogni, mert nem is voltam meg, egyre rosszabb a minőség. Nyilván felhalmozódott egy ruhamennyiség, és azt forgatják az üzletek között, ami hát a minőségnek a rovására megy. Ez egy butikos darab, mint láthatjátok, nagyon hasonló. Ennek a színe nekem közelebb áll a szép érzékemhez. Ez a karácsonyi fotózáson volt használva, hogy úgy mondjam, és szerintem ez is egy olyan csipkézés, ami jó minőségű, és éveken keresztül tudom majd viselni. Szintén elegánsabbá tesz bármilyen outfitet, de erről nem is beszélünk többet. És ez is egy hasonló dolog, egy szatén blúz, ami viszont még nem volt rajta, mint ahogy az alábbi ábra mutatja, hogy címkés. Még gondolkozom rajta, hogy ez nekem való-e, akkor nagyon tetszett.
Nagyon örültem, hogy megvettem, de mivel azóta sem volt rajtam, és ez ritka, hogy valamit legalább egyszer ne építenék be a ruhatáramba, ezért ez lehet, hogy egy lyukrafutás volt, majd még meglátjuk. Szintén Vinted, egy kockás nadrág. Ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag bárli középig ér, valószínűleg a magasabb lányokon ez még feljebb jönne, és elles méretben rendeltem meg, mert nem voltam elég magabiztos. Nem tudom most a méretemet, szerintem most már S-es vagyok, úgyhogy bőven be kellett venni a derekánál, de nagyon tetszik, hogy ilyen laza, ilyen lezser. Fotón néztem, úgy egy kicsit, ha olyan szögben állok, akkor furán nézett ki, de élőben viszont barom jól nézett ki felvéve, úgyhogy ezt még egyenlőre benne tartom a ruhatáramba, de nyilvánvalóan, hogyha elérem a normál testalkatomat, akkor venni fogok olyan méretet, ami nekem klappol, és ez is egy olyan darab volt, ami gyakorlatilag vadiújként került hozzám, címke is rajta volt, szóval az előző gazdájára is vagy nagy, vagy kicsi volt, vagy nem tetszett mégsem magán, úgyhogy ezek így előfordulnak. A New Yorkerbe jártam, és amikor szedegettem össze a szetteket, akkor egy fehér nadrágot kilőttem a modellánynak, ami hát szerintem gyönyörűen állt rajta, nyilvánvalóan én nem vagyok 40 pár kilós, rajta messze nem így áll, de elegáns nadrágra nagyon vágytam, és ez a nadrág szerintem nagyon szép, ezzel a szűkített varrás megoldással, nagyon szépen feljön, rásimul a derekamra, és hát egy elegáns nadrágról beszélünk, tehát ilyen szerintem kell a ruhatárba. Direkt egy picivel nagyobbat vettem, mert szerintem ez a combos lányoknak nagyon rá tud feszülni itt ezen a részen, és úgy nem adja ki azt az esést, amit egy, hát egy ilyen blézer nadrágnak ki kell adnia. Amúgy a blézerekhez választottam ezeket, és egy nagyon szép nude árnyalatot is vettem, aminek a színe, na ez a nude az én kedvencem, ez egy picit rózsaszínesbe hajlik talán, de annyira nem. Szóval, de nem is sárgás, mert ez a sárgás az, ami nem mindig mutat annyira jól szerintem rajtam. És tudom, sok a szóismétlés, de a dajka nyelvben viszont nagyon feljöttem, ne aggódjatok. Nézegettem a Players Roomnak is a kínálatát. Nem vagyok egy sportos alkat, viszont fontosnak gondolom, hogy praktikus is legyen a ruhatár, és régóta, hát mondja Ádám, hogy egy hátizsák azért nem ártana, ha megyünk valahova, úgyhogy ez a dorkó darab landolt most a kosaramba, 5000 forint volt, na hát kb. Annyit ér számomra, annál többet nem adtam volna érte, de tényleg praktikus tud lenni, amikor egy farmerhoz az ember feldob a hátára egy ilyen kis táskát, és rohanhat, és tényleg meg van pakolva, ha utazunk, ha Tokajba megyünk majd le, és kelleni fog valahova kirándulni, sétálni, bármi, akkor belefér minden, amire szükségem van nekem, illetve a kisfiamnak, meg Ádámnak természetesen, mert azért ő dolga is hozzám szoktak kerülni. Fel a kezekkel csajok, ha másnál is így van. És amikor nézegettem ezeket a cuccokat, úgy voltam vele, hogy 5000 forintért viszont nem szeretek rendelni, úgyhogy körülnézek. És találtam egy magyar márkát, ez egy designer márka, a Kincsem, és pont olyan loftert árultak, amit én akartam. Műbőr, azaz egy szívfájdalmam van, én úgy gondolom, hogy inkább bőrcipőbe szeretnék befektetni, és ennek az az oka, hogy én a bőrcipőt preferálom, hogy azok tényleg sokáig, több tíz évig is kiszolgálhatják az embert, hogyha figyelz rá az illető, és a műbőrök pedig hamar tönkre mennek, elkezdenek átukba is ugye is szétmállani, úgyhogy a környezetvédelmi szempontja az eko, meg öko bőrnek az kérdője számomra, úgyhogy igen, ez egy műbőr darab, de nagyon-nagyon szép kivitelezés, és nagyon puha felvéve is talán, egy kicsit fentebb záródik, mint ahogy én azt elképzeltem a lábamon, viszont így is tökéletesen mutat. Egy farmer inggel is bővítettem a kollekciómat, ez egy H&M darab, semmi extra, ez egy ilyen kis basic dolog, amit fel lehet venni farmerral, vagy
szoknyával, bármivel, plusz jackiként is lehet használni. És van még egy elég nagy pak Vinted rendelésem, ami már útban van hozzám. És valószínűleg a jövő hét folyamán meg is kapom, úgyhogy ha bejön nektek ez a videó, nekem most bejön, most szárnyalok újra, akkor fog készíteni egy hasonlót, de az is lehet, hogy TikTokra teszem fel, mert ott is fenn vagyok ám. És oda is szeretnék ilyen jellegű tartalmakat, rövidebben, ha az megy nekem, és hasznos, praktikus tanácsokkal összefűzve. És mondtam, hogy lófterek, hát Vintiden ilyeneket is találtam, ez vadi új volt, ez pedig egy egyszer viselt darab volt, onnan lehet megállapítani, hogy belül mennyire van megkopva, illetve hogy a talpa, most már meg van kopva, mert én elkezdtem hordani, de nagyon jó állapotban volt, ez egy zöld darab, és 1500 forint környékén vásároltam meg, ez pedig, mivel hogy ez egy bőr szépség, ezt azt hiszem, hogy 6 vagy 7 ezer forintért vettem meg, és ez egy mohító kis cipőcske, szintén ezekhez az elegáns szettekhez képzeltem el, illetve farmerra kombinálva is nagyon szeretném viselni. És ha már a téli daraboknál jártunk az elején, akkor egy ágcsizmára is lecsaptam, ez is szintén nagyon olcsó vétel volt, alig volt hordva, a talpán is látszik, nagyon jó állapotban volt, a prémezése sem volt kikopva, meg tudjátok úgy összeállva, csomósodva, nem volt rajtam, mert nem volt olyan hótaposós idő, most pedig, amikor ilyen nagy hófúvások voltak itt Nyíregyházán húsvét előtt, akkor nem mentünk sehová, de hát lesz jövő tél, és jól fog jönni. Nyilvánvalóan egyre többet leszünk én Konrád, de a jövőre már húgolyózni fogunk lehet, vagy ilyesmi, tehát biztos, hogy meg fogjuk tapasztalni havas élményeket, meg a latyakot, és akkor ezt sokat fogom szerintem hordani. Ezen kívül már csak pár nadrágban is ígérem, hogy kijeltem magam egy darabig. Van itt egy pulcsi a nadrágok tetején, ez viszont egy szinszéd darab. A szinszében is ki lehet fogni egy-két jó holmit. Nekem ez a nude, kicsit ilyen bolyhos, szűrös pulcsi nagyon tetszett, és ezt is előszeretettel viseltem a sétáltató szettekkel, de amúgy megjelenni is meg lehet benne. Ezeknél a fazont azért meg kell nézni, fel kell próbálni, mert nem mindig jók a szabásai. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy el vannak szabva, hiszen fast fashion, és hát a minőség az nem a legjobb, de egy-két dolgot azért onnan is beszoktam menteni a ruhatáramba. Amire pedig hát rácsúsztam, és akarok is venni sok ilyet, az Levi's márka, illetve a Wrangler. Nekünk ilyen családi vonás volt ez, hogy anyáik idejében ugye a farmer nadrág, az nem volt egy ilyen evidencia, volt a trapper farmer, és a Levi's meg ezeket nehéz volt beszerezni, úgyhogy ez egy ilyen státuszszimbólum volt számukra, meg a lázadás, a nyugatnak az egyik jelképe, és apukámnak ez mindig így a szívecsücske volt, úgyhogy nekünk volt mindig Levi's jackink és Wrangler darabjaink, és a karácsony ajándék neki pedig mindig ezek voltak. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy nézelődök Konrádnak egy-két ilyen darabot, nagyon cukikat vettem, és hát utána rácsúsztam, hogy én is veszek pár minőségi farmert, úgyhogy vettem egy ilyen koptatott szürkéset, ez azért is volt fontos, mert nem volt farmer, amit fel tudtam volna venni, anélkül, hogy nyomta volna a hegemet az elején, és vettem egy világos kéket is, ezek már egy kicsit lazábbak most már, egyébként mind a kettő ilyen stretches anyag, super skinny, de fogom szerintem majd ezeket hordani még továbbra is, mert laza farmerként tökéletesen jól mutatnak felvéve. És egy színszép fehér nadrágot is vettem, ami tényleg semmi extra, csak akartam valami világosabb darabot, és fehér nadrágból csak ilyen mom jeansem volt, úgyhogy egy ilyen teljesen ránfeszülős stretch farmerra esett a választásom, amit aztán a nyáron is tudok hordani, blazerekkel is fel lehet venni, tengeri stílusú holmikkal is kihasználható, és hát nem egy nagy minőség, úgyhogy még le fogom vadászni a Levi's tökéletes, szuper skinny fehér nadrágot,
És hát még tervem van, hogy pár Levi's farmert ezért be fogok szerezni, de nyilvánvalóan szeretném most már megvárni azt, hogy véglegesedjen a testem, és akkor fogom ezeket bevásárolni és levadászni. És ennyi lett volna a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és írjátok meg azt is nekem, az nagy segítség lenne, hogy milyen jellegű videókat látnátok a régi idők szelleméből, az új időknek a hangulatával, a teljes kapkodós, hogy is mondjam, tudjátok, lótifuti feelingbe, mert azért ebbe benne van az. Most éppen Konrád az apukájával locsolkodik, úgyhogy van kb. 2 órám, úgyhogy robogok a következő videóhoz, de remélem, hogy így is átjött az, amit annyira szerettem régen. Úgyhogy sziasztok!